Hej, Horváth Martin egyszer live-ozott, az a videó fent van, egy live részletben, hogy bedobnak az ablakon egy tyúkot. Aztán berepül egy ilyen tűzijáték, sikolynak nevezhető valami, ami egy ilyen nyivákoló hangot ad ki, egy síp hangot, vagy nem tudom mit. Aztán berepül egy motorgumi, meg még egyéb dolgokat dobálnak be. És aztán van egy live részlet, megint feltöltve a YouTube-ra is, meg a TikTok-ra is, ahol azt mondja, hogy gyerünk, nyomjátok, csináljátok, folytassátok. Valami ilyesmit mond, és közben sír, és közben hát szerintem eljátsza a sírást. Úgyhogy ennyi igazából a Horváth Martinról. Ugye ő most Patuskával együtt csinálnak chat alternatív live videókat, és live-ban embereknek reagálnak. És azért Martin eléggé szókimondó, fiatalkor ellenére is eléggé megosztó személyiség, és eléggé bátran kimondja a véleményét. Nem olyan régen, milyen fura, hogy összefutott a Darkiénával, aki annyira szitta a Horváth Martint, elmondta mindennek. Most volt egy közös live-ozásuk, ők találkoztak, elment hozzá a Darkiéna. Meglepő volt, láttam a videót, úgyhogy végignéztem. Végig fogom nézni azt a videót is, amit mondott, hogy feltölt majd. Úgyhogy ja, igazából igen, de Horváth Martin az egy igen érdekes karakter, mert nagyon szórakoztató, és nagyon vicces, és ennyit tudok róla mondani, nem ismerem őt, csak úgy tudok róla véleményt mondani, hogy azokat a videókat, amiket feltöltött, láttam tőle. Úgyhogy ennyi lenne Horváth Martinról és a tyúkról, amit bedobtak az ablakon. Hát ezek a dolgok inkább trollkodások voltak, és azt gondolták az emberek, hogy ha ezt csinálják, akkor ez jó, meg ez milyen menő. Úgyhogy ennyi lenne, kommentelni tudtok ez alatt a videó alatt. Legyen szép napotok, találkozunk a következő videóban. Adjö!